A Pécs TV gazdasági magazin műsorát a Mérleget látják, jó estét kívánok! Mai adásunkban egyebek mellett a Magasház szerkezet megerősítési munkálatainak helyzetéről és a Dél-Dunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság tavalyi tevékenységéről számolunk be. Emellett riportot készítettünk a Pécsett a múlt héten debütált városnéző kisvonat első útjáról és a regionális áramszolgáltató új kikapcsolási rendjéről is. Most következzenek a részletek. Május 31-ig kell befejezni a Magasház szerkezet megerősítési munkálatait. A 300 millió forintos beruházás jó ütemben halad, és a szakemberek szerint tartható a hónapvégi átadási időpont. Molnár Róza bizonyára rendkívül boldog volt, amikor 1974-ben elsőként költözhetett az újonnan átadott Magasház egyik lakásába. A szocialista bányászváros büszkeségének számító 80 méter magas lakóépület aztán mintegy másfél évtizedig lehetett szeretett otthona a 250 lakás tulajdonosának, majd megkezdődtek a problémák. A feszítő elemekkel rögzített födémek és a tartóoszlopok közé nyomott paszta a 15 év során megtámadta és elkorodálta a feszítőpászmákat, így a rendszerváltás idejére fennállt annak a veszélye, hogy az épület összedől. Az életveszélyesnek minősített monstrumból 1990-ben költöztették ki a lakókat, ám az épület kálváriája ezután folytatódott. Ezt követően a város az épületet 1993-ban eladta azzal a feltétellel, hogy a vevő 1998. december 23-áig a megerősítési munkákat elvégzi, és két szintet visszaad a városnak. Ez nem történt meg, ezért 1999-ben kezdeményeztük, hogy az épületet visszavesszük, elállunk az eredeti szerződéstől. Erre vonatkozóan a bírósági határozat megszületett, először birtokbaadásra, majd pedig első fokon a tulajdonbaadásra vonatkozóan is. A város végül visszaszerezte az épületet, ám azzal együtt egy újabb gondot is a saját nyakába akasztott. Az elmúlt évtizedben kísértett házzá átkeresztelt épület szerkezetét ugyanis továbbra is meg kellett erősíteni. A komoly feladatot és nagy költséget jelentő munkálatokat végül tavaly augusztusban kezdhette meg a közbeszerzési eljáráson kiválasztott koordinátor RT. A pécsi székhelyű cég új feszítőpászmákkal stabilizálta az épületet. Jelenleg ott tartunk, hogy a nem kevés, mint egy 22 kilométernyi kábelt már elhelyeztük az épületen. Ezeket ellenőrzött módon meg is feszítettük, tehát úgy lehet mondani, hogy az épületnek ez a része 100%-osan elkészült. Jelenleg ezeknek a kábeleknek a tűzvédő burkolatai készülnek, ennek az állapota szintén ilyen 55-60%-on van, valamint az alapozás megerősítése, illetve új alapozás készítése történt, és a merevítő, tehát vasbeton merevítő falak, az új vasbeton merevítő falak kivitelezése is. Most van folyamatban, részben megtörtént, ez nagyságrendileg szintén ilyen 55-60%-os készültségben van. A 8 emelet magasságig felérő, több mint 300 köbméter betont magában foglaló támfal még stabilabbá teszi az épületet, amely így ismét a város legföldrengésbiztosabb lakóházává válik. A beruházó úgy véri, az eredetileg meghatározott határidőig, vagyis május 31-ig végez a munkával. Ha további váratlan események nem fordulnak elő, akkor nagy valószínűséggel a szerkezet megerősítés az el tud készülni, de én remélem, hogy most már három műszakban folyik az épületnek a takarítása, és azzal is végezni tudunk. Ez azt jelenti csak, hogy az épület szerkezetében lesz stabil, azt jelenti, hogy a tartószerkezeteken kívül a válaszfalak maradnak meg, a teljes épületgépészeti felújítás, teljes szakipari felújítás még vissza van, annak a funkciónak megfelelően, amely funkciót végül is megkapja az épület. Hogy ez pontosan mi lesz, az ma még rejtély. Beszéltek már külföldi befektetőről és irodaházról, egyetemről és kollégiumról is, ám a végső szót majd a tulajdonos, vagyis a pécsi közgyűlés mondja ki. Addig azonban annyi elmondható, a pécsi kísértett ház megkapja a feléledés reményét.
Május 15-től 12%-kal kell többet fizetni a földgázért. Hasonló mértékben emelkedett a szolgáltatási alapdíj is, ám sok fogyasztónál majd csak a júniusi számlán jelenik meg az áremelkedésből eredő többlet. A DD Gáz RT egyébként lehetőséget biztosít a fogyasztóknak arra, hogy a május 15-i mérőóra állást bejelentsék, így teremtve meg a folyamatosan pontos adatokon nyugvó számlázás lehetőségét. A földgáz árát két hatóság szabályozza. A Magyar Energia Hivatal az árelőkészítő, míg a Gazdasági Minisztérium az ármegállapító szerepét tölti be. A szaktárca vezetőjének rendelete értelmében május 15-től emelkedik a gázdíj, a nem lakossági fogyasztóknak 15, míg a lakossági fogyasztóknak 12%-kal. Az új árszabályozás értelmében a szolgáltatási alapdíj is nőtt, egészen pontosan 11,7%-kal kell többet fizetni az alapdíjért, mint azelőtt. Az új árak csak később szerepelnek majd a számlákon. Azoknál a fogyasztóknál, akik havonta diktálnak, tehát az LSB szerződésével rendelkeznek, már a következő kibocsátott számlában a időarányos részt új áron számoljuk. A részszámlásoknál a júniusban kibocsátott részszámlákon jelentkezik majd a teljes áremelkedés mértéke. Az alapdíj emelkedést viszont minden fogyasztó csak a júniusi számlán veheti majd észre, ám akkor a május utolsó két hetére eső többletdíj is megjelenik majd a számlán. Az áremelkedéssel kapcsolatban egyébként kötelezettsége nincs a fogyasztóknak. Kérjük és javasoljuk az ügyfeleinknek, hogy a aktuális, most árváltozáskor érvényes mérőállását közölje velünk, amiatt, hogy majd, amikor az elszámoló számlát megkapja, akkor ettől a mérőállástól számoljunk az új áron. Emiatt a kék vonalunkon 12-től 19-ig biztosítjuk a lehetőséget, hogy az automatán keresztül, tehát ügyintézőre való várakozás nélkül tudják közölni az ügyfelek akár éjjel-nappal az aktuális mérőállást. Milyen helyzet azokkal, akik nem közlik a mérőállást? Ők milyen bázisszámtól fogják az új áron kapni a számlát? Akik nem tudják vagy nem közlik a mérőállásokat, amikor a leolvasás megtörténik az évi egyszeri elszámolásnál, akkor a úgynevezett fogyasztói körbe alapján egy kalkulált értéket állapítunk meg, ami a május 15-ének megfelelő, és ettől a mérőállástól alkalmazzuk majd az új árat. A bejelentés valódiságát szúrópróbaszerűen ellenőrzi a szolgáltató, amelynek erre rendeletben meghatározott joga van. A 12%-os gázdíj emeléshez egyébként egy kompenzációs csomag is társul majd. Az egyelőre még csak előkészítés alatt lévő rendelet értelmében október 1-től várhatóan kétfajta kedvezmény lép életbe. Az éves szinten 1500 köbméternél kevesebbet fogyasztók az áremelkedés mértékének várhatóan felét, míg az 1500 és 3000 köbméter közötti fogyasztók az áremelkedés harmadát kapják vissza sávos elszámolással. Ezek persze még csak tervek, amelyek alapján a szolgáltató reménye szerint még nyár előtt megalkotják majd a kompenzációs rendeletet. Ennek részleteiről ősszel ad majd tájékoztatást fogyasztóinak a regionális gázszolgáltató. A DD Gáz RT tavalyi tevékenységéről tartott tájékoztatót néhány nappal ezelőtt. A regionális gázszolgáltató a 2002-es év eredményei mellett az idei esztendő terveiről is beszámolt. Az előző három évhez hasonlóan tavaly is eredményes évet zárt a Dél-Dunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság, amely 2002-ben 850 millió köbméter földgázt értékesített. A társaság bevételei tavaly először lépték át a 30 milliárd forintos határt, míg a cég adózott nyeresége annak ellenére meghaladta az 1 milliárd forintot, hogy a kormányzat 2002-ben nem emelte a gáz fogyasztói árát. A nehéz külső körülmények között elért eredményünk a hatékony működésnek köszönhető. Tavaly összesen mintegy 2,5 milliárd forintot fordítottunk fejlesztésekre, amelyek közül a legmeghatározóbb a gázórák cseréje volt. A hiteles és pontos fogyasztásmérők felszerelése mellett az ellenőrzési csoportunk hatékonyabb működése járult hozzá ahhoz, hogy ilyen jó eredményt érjünk el. Büszkén mondhatom el azt is, hogy hálózati és mérési veszteségünk a tavalyi erőfeszítéseinknek köszönhetően nem éri el az 1,8%-ot, amely a magyarországi gázszolgáltatók között kiemelkedően jó eredménynek számít.
Ennek ismeretében nem meglepő, hogy a DD Gáz RT-t választották az év gázszolgáltatójának tavaly, a társaság történetében immár másodszor. A Baranya-Tolnai és Fejér megyében szolgáltató társaság 2002-ben a 400. település hálózatba kapcsolását ünnepelte. A vezetékhálózat fejlesztése során 300 kilométer új vezetéket fektettek le, ezzel olyan településeket érve el, mint Seje vagy Vajszló. Terjeszkedésünket továbbra is folytatni szeretnénk. Idei terveink között a jelenlegi szolgáltatási területek határainak átlépése szerepel. A pécsiek bizonyára ismerik a Baranyai megyeszékhely hőpiacán tett terjeszkedési lépéseinket, amelyeket a számunkra kedvezőtlen levegővédelmi önkormányzati rendelet ellenére is folytatni tervezünk. A gázszolgáltatók malmára hajtja a vizet, hogy még ebben az évben új alkalmazási lehetőségek nyílnak a gázfelhasználók számára. Így már most bemutatjuk az elektromos rendszerekhez hasonló gázvezetékre csatlakoztatható új gázfogyasztókat, mint például a gázüzemű hősugárzó. A csúcs technológiává váló földgáz ugyanakkor a gázszerelők továbbképzését is feltételezi, amelynek érdekében egy új tréningállomást állít üzembe a társaság, amely 2003-ban magasabb színvonalon igyekszik ügyfeleit kiszolgálni. A Dédász RT pécsi kirendeltségéhez tartozó körülbelül 170 ezer fogyasztóból mintegy 5 ezer tartozik huzamosabb ideje a szolgáltatónak. A társaság nemrég megkezdte azoknak az ügyfeleknek az ellenőrzését, amelyek legalább 100 ezer forintos tartozást halmoztak fel. A Dédász RT jelenlegi kintlévősége mintegy 2 milliárd forint, melyből majd 700 millió esik a pécsi kirendeltség által ellátott területre. Azok a fogyasztók, akik jelenleg is tartoznak a társaságnak, és a befizetésre váró összeg meghaladta a 100 ezer forintot, már megkapták azt a felszólítást, amelyben a Dédász az áramszolgáltatás kikapcsolását helyezte kilátásba. Pár száz fő az, akit eddig fölkerestünk, tehát ahogy indult az akció, ők a nagyobb tartozással rendelkező ügyfelek voltak. Itt azt tudom mondani, hogy az alsó határa 100 ezer forint volt a tartozásnál, és milliós nagyságrendű volt a felső határ. Ebből következik, hogy ezek nem annyira lakossági fogyasztók voltak, inkább közületi fogyasztók, tehát valamiféle céget képviseltek. A kikapcsolás díja 14 ezer forint, amit a tartozás mellett szintén rendeznie kell az érintett fogyasztónak. 15 napig még lehetőség van arra, hogy a Dédász felé rendezze az elmaradást, ezt követően viszont a közszolgáltatási szerződést is felbontják. Aki az utolsó pillanatokba fizetett, annak azt tudom tanácsolni, hogy az ügyfélszolgálatot esetleg faxba küldje el neki a csekk másolatát, vagy mutassa be a csekket, hogy le tudják állítani a kikapcsolást. A kisgyermekek, játékosabb felnőttek és a Pécsre érkező turisták nagy örömére néhány napja városnéző kisvonat járja a belvárost. Az olasz gyártmányú járművet múlt héten mutatták be hivatalosan. Hamarosan konkrét menetrendje is lesz a vonatnak, ám egyelőre még csak az igények felmérése folyik. Az üzemeltetők ehhez kívánják majd igazítani a járatokat. Bemutatkozott csütörtökön az a városnéző kisvonat, amivel bizonyára sokan találkoztak már Pécs belvárosában az elmúlt napokban. A jármű a tervek szerint hosszú ideig fogja élvezni városunk vendégszeretetét. Nem egy évre, hanem hosszú időre tervezzük, hogy itt Pécset működtessük. Elsősorban idegenforgalmi céllal hoztuk be. Úgy gondolom, hogy ez a város megérdemli azt, hogy az ideérkezők egy orientációs városnézésen vehessenek részt. Ám nem csak a turisták élvezhetik a városnézést ilyen formában. Egyénileg vagy csoportosan bárki részt vehet városnéző túrán. Természetesen lesznek gasztronómiai túrák, akkor a történelmi emlékhelyeknek a felkeresése, gyerekeknek későbbiekben mese vonatos utazást is tervezünk. Tehát gyakorlatilag nagyon sokféle módon lehet ezt majd használni. A kisvonat üzemeltetői engedélyt kaptak a város vezetőitől, hogy a történelmi belváros forgalom csillapított övezeteibe is behajthassanak. Egyelőre még csak amolyan igényfelmérő utakat tesz a vonat, a későbbiekben kiszámítható időpontokban akár este felé is megtekintheti bárki a várost a járművel. Nagyon reméljük azt, hogy megszeretik, és Pécsnek egyik jelképévé fog válni, vagy Pécs részévé fog válni ez a kis vonat. Az olasz gyártmányú vonatot egy 4-hengeres motor hajtja. Előnye, hogy minimális a szennyezőanyag kibocsátása. Roppant fordulékony ez a szerkezet, mind az összes kerekek kormányzott.
egy nem egész 13 méter sugarú körön belül képes megfordulni. Nagy hátrány, hogy hátrafelé nem nagyon szabad vele menni, csak nagyon-nagyon rövidet. Mennyire nehéz vezetni ezt a mozdonyt? Hát, mint egy személygépkocsit, nem nehezebb. Csak oda kell figyelni, és az utasoknak az épségére ugye vigyázni kell. A kis vonattal röpke 20-25 perc alatt bejártuk a történelmi belváros nagy részét, olyan helyekre is eljutva, ahol ritka esetek kivételével csak gyalogosan közlekedünk. Egyetlen kis szépséghibája van csak ennek az utazásnak, és ez talán képeinken látszik is. Nagyjából olyan az benyomásunk, mintha egy vesekőzúzáson lennénk. Sajnos a pécsi utak nem engedik meg, hogy maradéktalanul élvezzük ezt az élményt. Ettől eltekintve a kellemes napsütés, a jó levegő és a pécsi belváros látványa nagyrészt felettette a hepehupás utak okozta rászkolódást. Visszaérkezésünkkor még meg sem pihent a kis vonat, egy diákcsoport már is városnéző körútra indult vele. Hogy ki miért ült fel rá, az már más kérdés. Én nem találkoztam ilyen nemesről. Hát mert szerintem jó buli. Sok turista van, és szerintem az jót tesz a városnak. Már muszáj volt. Így is lehet. Minden esetre talán érdekes kis színfoltja lesz Pécsnek a városnéző fehér villám. Együttműködési megállapodást írt alá a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és az Augsburgi Schwab Kézműves Kamara. A szerződés részletei mellett az idén újból meghirdetett regionális minőségi díj pályázatáról számolunk be most következő összefoglalónkban. Idén második alkalommal ítélik oda a regionális díjakat, amelyekkel az üzleti kiválóság terén eredményre törekvő, a minőségügyben kiemelkedő teljesítményt felmutató gazdálkodó szervezetek tevékenységét kívánják elismerésben részesíteni. Öt kategóriában keresik a régió legjobbjait. Ágazattól független nagyvállalati, közepes méretű ipari, kis- és mikroméretű ipari, középméretű szolgáltatói, valamint kis- és mikroméretű szolgáltatói vállalatok jelentkezését várják. Az önértékelésen alapuló pályázat feltételeiről Higi Gyula, a Dél-Dunántúli Minőségi Díjbizottság elnöke, és Róna Szegi Lenke, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara innovációs osztályvezetője tájékoztatta a sajtó képviselőit május 15-én. A pályázati kiírás teljes anyaga május 19-től lesz elérhető az interneten, illetve nyomtatásban. A regionális minőségi díj mellett idén első ízben megyei díjakat is osztanak, amelyet olyan vállalatok, vállalkozók kaphatnak meg, akik a regionális díjra pályáztak, de három megyét figyelembe véve nem kaphattak elismerést. Mivel a tavalyihoz képest egyszerűsödött a pályázat beadásának feltétele és az önvizsgálat menete, több jelentkezőre számítanak a szervezők. A megmérettetésen részt venni 100 000 forint befizetésével lehet, de a kamarai tagok költségeit átvállalja a szervezet. Május 19-től június 30-áig egy regisztrációs előjelentkezést várnak azoktól, akik részt szeretnének venni a programon. A pályázat elkészítésére a nyári hónapok állnak rendelkezésre, a beadási határidő szeptember 1-e. A díjak kiosztásának várható időpontja december első fele. A pályázatra nem jelentkezhetnek a korábbi évek magyar nemzeti minőségi díj nyertesei, illetve azok, akik 2003-ban ezen díj elnyerésére pályáznak. Szintén nem pályázhatnak a tavalyi év regionális díjat nyert cégei. Együttműködési megállapodást írt alá a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Augsburgi Schwab Kézműves Kamara. A megyei ipartestület által létrehozott, majd a Baranyai Kézműves Kamara által gondozott, csaknem másfél évtizedes kapcsolat így újabb állomáshoz ért, fogalmazták meg a felek az aláírási ceremóniát megelőző tájékoztatón. Manfred Rudel, az Augsburgi Schwab Kézműves Kamara elnöke elmondta, az együttműködés három súlypont köré szerveződik. Az intézmények szakmai osztályainak tapasztalatcseréje és a két kamara tagvállalkozásainak a másik fél által szervezett szakmai vásárokra, illetve kiállításokra történő meghívása mellett az oktatás és a továbbképzés fejlesztése szerepel a tervek között. Siegfried Kalkbrenner, az Augsburgi Kézműves Kamara titkára aláhúzta. A több éve zajló kőműves és ács mesterképzés folytatását tervezik, és elképzeléseik szerint a jövőben a duális szakképzést összehangolják majd a mesterképzéssel.
Az oktatási célok között a tanulócserék, valamint az üzemek feletti képzés elterjesztése mellett az oktatók tanulmányútjainak megszervezése is szerepel. Mindezek megvalósításához Európai Uniós források megszerzését is tervezik a felek. Dr. Kéri István, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a megállapodást méltatva kiemelte. Az együttműködés nem a két kamara, hanem az intézmények tagvállalkozásai között jön létre, így reális esélye van annak, hogy a kapcsolat jelentős mértékben hozzájárul mindkét fél gazdaságának fejlődéséhez. Következő képes összefoglalónkból megtudhatják, hogy mi történt a Regionális Fejlesztési Ügynökség fórumán, miről tanácskoztak a munkabiztonsági konferencián, és hogy miről szólt az ECE beruházáshoz kapcsolódó legutóbbi koordinációs értekezlet. Új magastető építését engedélyezte Pécs közgyűlése az 508-as számú kertvárosi szakképző iskolának. Az intézmény 7 évvel ezelőtt a lapostető szigetelését felújítatta, de 2 éve az ismét beázik. Az új tető szerkezet megépítésével nem csak a korábbi gondok szűnnének meg, hanem lehetőség nyílna 3 újabb szaktanterem létesítésére is. Az iskola az elmúlt években a gazdálkodó és termelő cégektől megszerzett szakképzési hozzájárulásokból mintegy 25 millió forintot tett félre erre a célra, a hiányzó 20 millió forintot pedig központi pályázatok segítségével szeretné biztosítani. A beruházás megtervezését követően a költségvetés határozza majd meg, hogy a kivitelezést közbeszerzés útján bonyolítják el. Magyarország Európai Uniós csatlakozásának közelettével egyre fontosabbá válik az európai regionális együttműködésekben való intenzív részvétel. A Dél-Dunántúli régió európai regionalizációs folyamatokba való bekapcsolódására rengeteg sokszínű elgondolás született. Ezek egyeztetésére volt alkalom a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács külügyi bizottságának munkatalálkozója csütörtökön délután. A találkozón, amelyet dr. Kékes Ferenc, a Baranya megyei közgyűlés elnöke nyitott meg, különböző előadások hangzottak el a régió fejlesztési lehetőségeiről. Pörös Béla, a DDRFT külügyi bizottságának elnöke szerint az európai viszonylatban szegénynek számító magyarországi régiók nagyobb pénzügyi támogatásra számíthatnak a csatlakozás után, amennyiben megfelelő pályázatok születnek. Ezek kidolgozásához nyújtott segítséget a munkatalálkozóra meghívott megyei jogú városi és közigazgatási hivatali képviselők véleménynyilvánítása is. A PVVRT-nél heti rendszerességgel tartanak koordinációs ülést az Árkád bevásárlóközpont épülésével kapcsolatosan. A közútkezelő KHT, a Pannonvolán, a Pécsi Tömegközlekedési RT és a rendőrség bevonásával legutóbb a forgalomszabályozással kapcsolatos ügyeket tárgyalták meg. A tervek szerint május 19-től lép érvénybe az új forgalmi rendváltozás. Ennek értelmében lezárásra kerül a Rákóczi út, az Irgalmasok útja, illetve a Jókai út közötti szakasz, valamint tervezik egy új forgalmi csomópont kiépítését is. A további egyeztetésekre a jövő héten kerül majd sor. Országos karbantartási és munkabiztonsági konferenciát tartottak városunkban. A szakmai kiállítással és termékbemutatóval egybekötött háromnapos rendezvényen többek között a karbantartás minőség irányításáról, az uniós elvárásokról, valamint a hazai gyakorlatról tartottak előadásokat a meghívott előadók. A program szervezője, a Gépipari Tudományos Egyesület a plenáris üléseket úgy állította össze, hogy a legfontosabb szakmai újdonságok mellett a gyakorlati tapasztalatokról is tájékozódhassanak a jelenlévők. A konferencia zárónapján a környezetvédelem, a munkabiztonság és a szerkezetvédelem témakörében tartottak előadásokat. Az elmúlt 25 percben a Pécs TV gazdasági magazin műsorát, a Mérleget látták. Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várjuk a képernyőn látható címeken. Mérleg magazinunk a legközelebb a jövő héten pénteken találkozhatnak itt a Pécs TV műsorán. Én köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!